Erika és Tamara rendesen kimaxoltátok ezt a világbajnokságot. Két hajóban két arany. Igen, én örülök neki. Soha rosszabb volt. Én mindig úgy jövök el a versenyre, hogy a maximumot akarom nyújtani. Ez nekem alap volt, hogy ezt meg akarom csinálni. Az, hogy a négyes is sikerült, az meg egy külön öröm, mert annyira, de tökéletes pályát mentünk, hogy én iszonyat büszke vagyok most erre a kis csapatra. Erika, 1000 van közelebb 500-hoz, vagy 200? Mert azt szokták volt mondani, hogy 200-ról könnyebb 500-at menni. Hát ezt már elmondtam pénteken is, hogy majd mindenki jól meglepődik, hogy 200-on sem vagyok annyira lassú, úgyhogy az 1000 az rutinból van, ezen az 500-on dolgozni kellett nagyon sokat, de minden percét megérte, úgyhogy nagyon büszke vagyok én is magunkra. És van itt egy nagyon fiatal kislány, hát nem is lehet mást mondani, mindig ér a szád teljesen joggal. Mekkora élmény volt a lányokkal együtt menni? Hát már az edzéseken is nagy élmény volt velük menni, és főleg itt, hogy ilyen pályát tudtunk jönni, ez csodálatos tényleg. Szerintem ez volt eddig a legjobb pályák, amit most mentünk. Hát nem, ez volt az egyetlen jó pályák. Ez az egyetlen jó pályák, igen. Na, hát az a lényeg, hogy ez jól sikerült. Igen. És Bodonyi Dórinak mind a hárman itt maradtok szurkolni az 5000-re? Szerintem igen. Én legalábbis igen. Milyen egyébként 500 után 5000-et menni? Próbáltátok? Próbáltam párszor, hát egy teljesen más világ. Hát az 5000 az nagyon hosszú, úgyhogy az sok szerencsét, Dori. Se 500 után nem jó, se 1000 után, se úgy egyébként semmi után. Az egy nagyon taktikai szám, egy kis verekedéssel, ha úgy adódik, úgyhogy, de Dori az egy nagyon kemény csaj, úgyhogy... Akkor most üzenjünk egyet a Dorinak egyszerre mindannyian, hogy hajrá Dori, jó? 2-3? Hajrá Dori! Gyorgany vezetőcsellel jól átvertétek a világot, azt mondtátok, hogy mégsem te leszel a vezérevezős, és egyszer csak azt láttuk, vagy hallottuk Tamitól, hogy igen. Igen, hát előző hét pénteken kipróbáltuk úgy, hogy én ülök elő, csak most nem az Era ült mögöttem, hanem a Tami, mert 2011-ben mikor mentetek? Én a 10-ben. 2010-ben mentek így a Tamiék, úgyhogy a Tami a második lyukba ült, és mondta Feri, hogy ott nagyon jól levezett, most is kipróbáltuk, és az volt eddig a legjobb felállás. Csapottad a vizet, utána ráztad az öklöd, itt utána vágtad a törmet, mikor a fiúkat néztetek, óriási érzelmi hullámas út volt. Hogy érted meg ezt a világbajnokságot? A hajat meg szerencsét hozott. Igen, kaptam még egyszer egy fonást. Szóval én még soha nem... Vannak érmek, amiknek jobban örül az ember, mert tudja, hogy milyen munka van mögötte, vagy mi ment keresztül, hogy oda jusson. És tehát arany és arany. Minden aranynak nagyon örülök, de ennek hát szerintem életem első VB aranyának örültem eddig a legjobban 2010-ben, amit előbb említett a Dorka, és szerintem ez a második, és nyilván jó van az olimpiai aranyam, tehát nem akarom ezt lejjebb sorolni, de ott annyira magabiztosak voltunk, hogy meg kell nyerni, meg annyira nem, csak egyszerűen beleadtuk szívünket, lelkünket, és tudtuk, hogy egyébként valahol mélyen ott van bennünk ez a tudás és az az erő, hogy ezt megcsináljuk. De mivel az edzéseken nem úgy sikerült sokszor, ahogy elvártuk volna magunktól, ezért azért volt bennünk félsz abszolút, tehát simán csomóan megkérdezték, hogy jaj, és hányadikon leszünk, és mindig azt mondtam, hogy hát 1-3, és nagyon-nagyon szoros lett, és ehhez képest se nem volt szoros, és simán elsők lettünk. Persze ehhez az első húzástól az utolsóig egy tökéletes pályát kell menni, és most is kirázom ideg egyébként, mert tényleg annyira jó volt, hogy menni még egyet. Igen.